Jó reggelt kívánok! Szeptember 21-e péntek van, folytatjuk tovább a Mokkát. Éjjelente nem mennek ki járőrözni az Afganisztánban szolgáló magyar katonák, és emiatt hallhatott meg, Két új, új, két új katona. Ezzel vádolta augusztus elején a magyar hadsereget az új-zélandi miniszterelnök. A Honvédelmi Minisztérium visszautasította a vádakat, mondván a magyarok elvégzik a járőr feladataikat. Most nézzék meg a tények korábbi riportját, utána pedig Stumfandrással, a heti válasz újságírójával folytatjuk, aki az eset óta első újságíróként jutott ki a magyar csapatokhoz Afganisztánba. Afganisztánban szolgáló magyar katonák. Ők Afganisztán Baglan tartományában dolgoznak. Ez szomszédos azzal a tartományjal, ahol tűzharcban meghalt két új-zélandi katona. Az új-zélandi miniszterelnök szerint ez azért történhetett meg, mert a magyar katonák rosszul végzik a dolgukat, és éjszakánként nem mennek ki járőrözni. Egy új-zélandi tévében szó szerint azt nyilatkozta, a magyarok nem mennek ki éjszaka. Lehet, hogy Budapesten igen, de Afganisztánban nem. És azt is mondta, nem gondolja, hogy bármi is változna, ha közvetlenül vagy közvetve nyomást gyakorolna a magyarokra, ezért nem teszik ezt szóvá sem a magyar kormánynál, sem a NATO-nál. A leghatározottabban vissza kell utasítani a tartalmát a nyilatkozatnak. A Honvédelmi Minisztériumnál azt mondják, a magyarok elvégzik a járőr feladataikat, éjszaka és napközben is. Az adott régióban a katonáink járőr tevékenységet folytatnak. Járőröznek akkor, amikor az adott terület kijelölése kerül, ahol a fejlesztés megtörténik, járőröznek akkor, amikor ez a fejlesztési projekt megvalósul, járőröznek akkor, amikor ez átadásra kerül, sőt, még akkor is járőröznek, amikor már átadtuk az afgán félnek. A Honvédelmi Minisztérium szerint mindenképpen válaszolni fognak hivatalosan is ezekre a vádakra. Köszöntöm a stúdióban Stumpf András, a heti válasz újságíróját, aki nemrég tért vissza Afganisztánból. Jó reggelt kívánok, Jó köszönöm, András, hogy elfogadtad a megkívásunkat. No, mit tapasztaltál Afganisztánban? Kezdjük azzal, amit ugye az új zélandi miniszterelnök mond, mely szerint gyávák a magyar katonák. Hát így szerencsére szó szerint nem mondtak ide gyakorlatilag tényleg erre utat. Kétségbe esett, és a új-zélandi belpolitikával, meg az egész világpolitikai helyzettel, hogy most kell-e ott lenni Afganisztánban, vagy sem, ezzel függött össze ez a, ez a beszéd. A valósághoz, tehát a magyar katonákról, amit állított, az a valósághoz 0,0-a köze van. Uh, ott voltam, mentem velük, uh, Mazár azzal a csapattal, akik ott vannak a PRT-val. Uh, hát egészen elképesztő profizmust tapasztaltam tényleg. Tehát, hogy uh, 600-szor voltak kint ebben a fél évben, ugye fél évente váltják egymást. Az igaz, hogy korábban, a korábbi váltásban 700-szor voltak kint, de mondom, ez nem, nem, nagyságrendi ugrás. Vannak kint éjszaka és járőröznek. Azon a területen pedig, ahol a új zélandiakkal történt a, a, problémát, konkrétan megölték őket. Úgyhogy tényleg elég szomorú esemény volt, de hát ez az ő tartományokon belül történt. Tehát nem arról volt szó, hogy ők valamiért átkevertek a magyar tartományba, ahol szörnyű állapotok vannak, hanem az milyen tartományban volt, amit az új zélandiak felügyelnek. És azon a szakaszon viszont, amit a magyarok, a Bagland tartománynak azt a részét, amelyben mianna határos, azt viszont bejárta a magyar OMLT csoport, az egy másik, az nem a PRT, annak uh -huh. más a feladata, annak az a feladata, nem messze egyébként 10-12 kilométerre re Kilagájon végzik azt a feladatot, hogy az afgán katonákat fölkészítik arra, hogy majd egyszer csak átvegyék ők, sőt, mert már hivatalosan át is vették az irányítást, és ők legyenek a jók. Na, ezek a csapatok viszont az afgán katonákkal együtt mozognak. És a magyarok jártak azon a területen két héttel azelőtt, hogy a tragédia megtörtént. Ezt most tudtam meg Afganisztánban egyébként. Ez aztán nem is jelent meg a magyar sajtóban, meg sehol. És, és szóltak az új zélandi kollégáknak, hogy, hogy azon a szakaszon gond van. Ez két héttel azelőtt történt, hogy, hogy aztán megtörtént a tragédia. Az új mégis megtörtént a tragédia, persze. És az is igaz, hogy vissza tudtak oda vonulgatni, ez ilyen ellenálló csoportok akik aztán ezt okozták, de hogy a magyar katonákat ezért semmiféle felelősség nem terheli, az teljesen nyilvánvaló volt apró, tehát kis katonai szinten és magas katonai szinten mindenki ugyanazt mondta, nem a mundérbecsületét védve, hanem tényleg, hát nem lehet egyébként arra a szakaszra eljutni, tehát hat óra út borzasztó utakon nem lehet ott lenni, nem is feladatuk nekik különben. Tehát te az oknyomozásod során arra bukkantál, András, csak hogy még, ezt, még egyszer összefoglaljuk, hogy nem csak, hogy arról volt, hogy a magyar katonák járőröztek, hanem még figyelmeztették is az új-zélandi kollégákat. Igen, nem, nem a PRT, amely várható... a tartományért felelős, hanem egy, egy, egy másik magyar csapatnak a, a parancsnoka mondta azt nekem, hogy egyébként ők jártak ott és szóltak az új zélandiaknak a Afganisztán megjelentősen messze van. Mesélj nekünk kicsit arra, azokról a körülményekről, amilyen körülmények közt dolgoznak és jelen vannak a magyar katonák. Nem egyszerű, itt valahogy úgy képzeljük, vagy én legalábbis úgy tapasztaltam, hogy az általános kép az Magyarországon, hogy igen, utakat építünk, meg utakat fúrunk, meg ilyen jószolgálati tevékenységet látunk el, ami egyre, egyébként igaz is, és nagyjából ennyi az organisztiai magyar szerepvállalás, Hát nagyon nem. A környezet, amelyben, amelyben dolgozni kell ott, az olyan, hogy például ezen az útszakaszon, hogyha mazari erejből Pulehumliba elmegy az ember, ott a heti három robbantás azért van. Mindenféle új eszközöket találnak ki az ellenállók házilag készített bombák, ami mondjuk kicsit levesz az értékéből, valójában irgalmatlan robbanó elejű történtekről 50 méterrel el, elrepít bármit, e, 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 rengeteg halálos áldozatot szednek, fő, ez már a fő fegyverük a táliboknak, most például fára szerelhető bombákkal e, lepik meg a szövetséges csapatokat. Van a távirányítású fára szerelhető van bombák? Van távirányítású is, és van, van olyan is, ami egyszerűen a toronylövész, ugye ő van a legmagasabban, ha bemegy egy zsinórba, vagy egyszerűen közel megy hozzá, akkor durran föl, és hal meg a toronylövész, lövész, meg aztán az is, aki mondjuk benne van egy, egy harckocsiban, vagy, vagy bármi más ilyen, ilyen harc te magad Te magad átérezted egyébként ezt az életveszélyt? Amilyen volt, körülmények közt ott egy. volt, volt olyan, Volt olyan, helyzet, amikor, amikor kiemelt célpont voltunk. Mindenki, aki jelen vett, részt vett egy, egy ceremónián, pont egy ilyen átadási ceremónián, amikor az afgán hadsereg megkapja egy nagy díszes ceremónia keretében a, 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 jogot, és most már akkor ő, ő irányított kilagájon hát az, ott, ott, volt mindenki gyakorlatilag a tartományból, a kabuli minisztériumokból számít, azok, akik katonai vezetők, magyar katonai vezetők is, és én is elmentem, és korábbról olyan, olyan hírszerző értesüléseim voltak, hogy, hogy, itt öngyilkos merénylő lesz, vagy, vagy rakétatámadás. Hál' Istennek végül is egyik se történt meg, aztán sajnos néhány nappal később egy másik városban az megtörtént az öngyilkos merénylet, tehát ezekre mindig lehet számítani, és sose lehet tudni, hogy Afganisztánban, hogy ki az ellenség. Ugye nem arról van szó, hogy van egy háború, mert vívunk, vannak a csapatok, aztán mennek egymás ellen, lehet, hogy egyik nap még valaki abszolút nincs, aztán megzsarolták a felkelők, tálibok, ez itt csak egy ilyen nagy általános fogalom, hogy tálib, mert túl, -túl leegyszerűsített, de mondjuk, mondjuk így, és másnapra már ő, ő, lesz, aki egyébként addig a civil volt, az már, már harcol. Vannak megélhetési tálobok újabban, tehát nem csak a kemény mag, hanem hát vannak olyanok, akik kapnak általány díjat a táliboktól, és hogyha, hogyha szólnak, dolgoznak, csinálják a munkájukat, földet bármi, de ha szólnak nekik, akkor mennek és lőnek. Aztán mennek vissza és dolgoznak. Tehát, nagyon-nagyon furcsa, nagyon nehéz, nehéz kiszűrni azt, hogy, hogy ki ellenség, ki nem. Öngyilkos merényletek, hát polihumoriban ugye pont a magyarok tudtak hatást tanítani egy olyan robbanó szerkezetet, amelyet egy tartálykocsira, szeretik, még nagyon erősítettek, hát az óriási durran. Tehát, hogyha valami tartálykocsira erősítenek ilyet, az sikerült, de az előzőt meg nem sikerült, az meg felrobbant, meghalt három ember, még mindig látszanak a fekete ég és nyomok ott a polehumi főterén az a legutóbbi ilyen támadástól. Tehát... Nagyon-nagyon furcsa most téged hallgatni, mert nem tudom, hány napot voltál kint? Másfél hetet tisztán. Tehát gyakorlatilag úgy utatér. beszélsz erről a másfél hetes kintartózkodásról, mintha nem tudom, két évet lettél volna kint. Ugye oh, yeah, először is fölkészülsz de... egy ilyen, ilyen történetet, tehát te szétolvasod magad az Afganisztánból, azzal kezdődik, de aztán igazából az. Minden olyan impulzusok kéri ilyenkor elgépesztet. A, a kilátogatót, aki nem katonaként van, hanem civilként van jelen, amit ugye fel sem tudna fogni. Mondj még egy kicsit arról, hogyha ennyire feszült helyzetben töltöd gyakorlatilag minden katona az életét és a napjait, hogy bármikor bármilyen merényletet elkövethetnek ellene ettől függetlenül mondjuk fel tudnak-e szabadulni, tehát tudnak-e mondjuk szórakozni a, a Abszolút, a és, és hogy is mondjam, ez a, nagyon furcsa az egész helyzet, mert tudod, hogy, hogy igazából belőhetnek a táborba. Tehát ez, ez, a kockázat mindig ott van. Úgy is mész ki, a katonák is úgy mennek ki, hát, hogy mondjuk képzik arra, hogy... De egy, mondjuk egy rpg ellen nem nagyon tudsz mit csinálni, hogy az bejön, akkor bejön, ha eltalál, eltalált. És pont ez a, ez a lelki állapot olyan, hogy mindenki úgy van vele, hogy ha ha meg kell halni, akkor meg kell halni, de ezzel nem foglalkozom, mert így nem lehet csinálni semmit. És, és teljesen normálisan, szépen teszi a dolgát, végzi a munkáját, akár a jószolgálati tevékenységet, a, nem tudom, a takarót hozta, akinek az a feladata, akinek meg a légirányítása feladata az légirányít, tehát Csinálják a dolgokat. Mindenki végzi a dolgát, és az a legfontosabb, amit ugye te is most megerősítettél, hogy a két Új-Zéland katona halálával kapcsolatban a magyar katonák nem hozhatók összefüggésbe, és nem vonhatók felelősségre. Köszönöm szépen, András, hogy itt voltál. Nagyon lát. szívesen.